Aláírták a szerződést. Pécsi fenntartó és üzemeltető az Apollo Art mozinál. Tovább fejleszt a Tüke. Mobil alkalmazáson is elérhető a menőbusz. Sikeres szabadtéri szezon után fedett pályára vonulnak a teniszezők. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják szeptember 15-én hétfőn. Tartsanak velünk! Pécs első filmszínháza új köntösbe öltöztetve, új üzemeltetővel, a tőle megszokott, visszafogott eleganciával és régi patinájával ismét megnyitja kapuit. Rövid szünet után októberben újra birtokba vehetjük ezt a mozit, mely a lehetőséget teremt az igényes szerzői filmek bemutatójára. Néhány hét múlva október elején nyit az Apollo Art mozi, addig azonban van még némi tennivaló a helyszínen. Legelőször a digitális vetítőgépet helyeztetik üzembe, mondja a mozi vezetője. Mi, ami azt jelenti, hogy újra regisztráltatjuk a biztonsági kódjait a háttérüzemeltető céggel, és aztán pedig ezzel az új biztonsági kóddal új szerződéseket kötünk a nagy filmgyártó stúdiókkal és a hazai filmforgalmazókkal is. Ha ezek megvannak, akkor utána elkezdhetjük összeállítani a moziműsort, illetve még egyéb plusz feladatok vannak, tehát új pénztárgépet kell beszereznünk, új jegykiadó szoftvert kell beüzemeltenünk, megtanulnunk kezelni. Az Art Mozi eddig üzemeltetője a Cirkofilm Másképp Alapítvány 10 év után kivonult az Apollo finanszírozásából, mivel támogatások nélkül nem tudták tovább üzemeltetni a mozit. A városvezetés ezért úgy döntött, hogy a Cirkofilm által befektetett pénzt az önkormányzat kiváltja. Mostanra pedig az utolsó aláírás is rákerült arra a szerződésre, amely lehetővé teszi azt, hogy az Apollo mozi napokon belül elkezdje működését, pécsiek moziaként, pécsiek által fenntartva és pécsiek által üzemeltetve, mondja Nagy Csaba alpolgármester. A város úgy tudta vállalni a mozinak a fenntartását, hosszú távú fenntartását, hogy Hoppár Péter államtitkár úr lehetőséget biztosított arra, hogy a város kapjon egy 10 millió forintos keretet, amiben tud segíteni az Apollo mozi vonatkozásában. Létrejött egy civil kezdeményezéssel egy alapítvány, ők lesznek a fenntartók, ők fognak kötni a várossal egy szerződést, amiben a működési támogatást fogják minden egyes évben megkapni, és tulajdonképpen magát a vetítő berendezést, illetve annak a számítástechnikai hátterét kellett az előző üzemeltetővel elszámolni, illetve megvásárolni. Ezt is sikerült a mai napon megtenni, úgyhogy minden akadály, minden jogi és pénzügyi akadálya elhárult a történetben, hogy október elején pár nap múlva kinyisson a művészmozink. Elsősorban európai fesztiváldíj nyertes művészfilmek, magyar filmek, közönségbarát amerikai filmek, gyerekfilmek kerülnek vetítésre. Továbbra is működnek majd a filmklubok. A művészmozi kiemelt feladatának tekinti az ifjúság mozgókép kultúrára való nevelését, valamint közösségi platformjaival, klubjellegű rendezvényeivel a fiatalok kritikai gondolkodásra és diskurzusra ösztönzését. Megkezdődött és jövő tavaszra be is fejeződik a pécsi állatkert ökoturisztikai élményparká alakítása, közölt a Páva Zsolt Pécs polgármestere az 1,2 milliárd forintos beruházás hétfői alapkőletételén. A beruházás eredményeként a park a mostaninál fél hektárral nagyobb, 4 hektáros területen, eddig Pécsen be nem mutatott fajokkal, oktatási centrummal várja majd a látogatókat 2015 tavaszának végétől. Az új állatkert az előzetes várakozások szerint jelentősen növelni fogja Pécs turisztikai kínálatát. A tervek szerint az intézmény látogatóinak száma a mostani évi mintegy 100 000-ről 150 ezer felé nő. A fejlesztés lehetőséget teremt olyan népszerű és nagy tömegeket vonzó állatok bemutatására, mint a barna medve, a leopárd, a puma, a tigris, a fóka, valamint számos madár és tengeri halfaj. Az állatkert területén új fogadóközpontot emelnek, amelyben oktatótermet, büfét alakítanak ki, és itt helyezik el az édesvízi és tengervizes akváriumokat, a teráriumot is. Tágas parkolót, valamint a helyszín közelében kerékpározásra alkalmas erdei útvonalat építenek, írja az MTI. Az imént látott témához kapcsolódik mai vendégünk itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm Szatyor Miklós, a Pécsi Állatkert igazgatóját. Megtörtént ma az alapkőletétel, és mostantól kezdve milyen feladatok hárulnak az egész apparátusra? Hát már benne vagyunk a munka sűrűjébe, ugyanis ezt ugye megelőzte egy komoly tervezési időszak,
de egészen konkrétan január óta ugye az állatoknak az ideiglenes szálláshelyeinek a kialakítása zajlott egészen a munkaterület átadásig, tehát egy jó fél éves periódus volt ez körülbelül. Úgyhogy már régóta dolgozunk ezen, komoly logisztika előzte ezt meg, ki kellett találni, hogy melyik állat hova kerüljön, ugye a munkaterületet úgy kell átadni, hogy gyakorlatilag ott állat nem lehetett. És hát jelenleg is, hogy a kollégáim, a gondozók ugye ellátják a mindennapi feladataikat, mi pedig az állatkert vezetése, pedig napi szinten együttműködünk a kivitelezőkkel, illetve a projektgazdával, a Pécsi Városfejlesztési ZRT-vel, és percről percre merülnek fel problémák, kérdések, kérések, amikben közre kell működnünk, részt kell vennünk, úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy karöltve végezzük ezt a munkát a kivitelezővel. Ugye fél hektárral nagyobb lesz ez a terület, ez mit jelent, minek ad majd lehetőséget ez a nagyobb terület? Hát itt sajnos ez a terület, ez nem az állat bemutatást szolgálja. Ennek egész egyszerűen egy technikai oka van, hogy fél hektárral növekedett az állatkert, ugyanis nincsen köz területi kapcsolata, nem volt korábban az állatkertnek, és ezért hozzá kellett csatolni az előtte levő parkolót, és így kaphattunk építési engedélyt is. Most itt igazából nem is volt cél az állatkert területének a növelése. Az elsődleges cél ugye a meglévő infrastruktúrának a teljes megújítása, illetve a vízbázis védelmi feladatoknak az elvégzése volt. Úgyhogy ez a projekt, ez kimondottan erre koncentrál most. Ugye, hát idézőben mondom, hogy nem csak az állatok bemutatásáról lesz, hanem másfajta szerepet is betölt majd az új állatkert, az infrastruktúra fejlesztés kapcsán, mi mindenre számíthatnak majd a látogatók az állatokon kívül. Igen, itt egy ökoturisztikai fejlesztésről van szó. A Pécsi Állatkertnek lesz egy közel 1000 négyzetméteres fogadóépülete, ami egy ökoturisztikai látogatóközpont is lesz egyben. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a mecsek, mint tájvédelmi körzet, illetve mint Natura 2000-es területeknek az élővilágát mutatja be. Ez lesz az új attrakció gyakorlatilag. Akkor fölkerül a belvárosból az akvárium, terrárium, azokkal a funkciókkal ide kerül az oktatási részlegünk is, és hát ez ki is bővül, tehát lehetőségünk lesz itt nagyobb tömegű csoportok fogadására, nagyobb létszámú csoportok fogadására. Úgyhogy és ami nagyon fontos, része lesz az állatkert egy bicikli útnak is, egy állomása. Ez egy elsősorban erdei, tehát nem szilárd burkolatú bicikliútra kell itt gondolni, hanem egy erdei hegyi kerékpározás célját szolgáló bicikliútra, ami Árpád-tetőt összeköti a jelenleg meglévő Pécs-Orfői kerékpárúttal, és ennek lesz egy állomása az állatkert, tehát egy kicsit a biciklis vérkeringésbe is bekapcsolódik az állatkert, és itt lesz egy pihenési, felfrissülési lehetősége a bicikliseknek. Milyen új állatokkal találkoztatnak majd a látogatók? Ez a legizgalmasabb talán mindenki számára. Milyen új vadakat vagy akár szelidebb állatokat hoznak majd? Természetesen állatfaj bővítésben is gondolkodtunk, hiszen egy új állatkert önmagában is izgalmas, de azért nyilván az a legizgalmasabb, hogyha új állatokkal találkozhat a látogató. Nagyon régóta hiányzik már a Pécsi Állatkertből a tigris pár, ezeket most szeretnénk újból pótolni, szintén ugyanígy régóta nincsenek már nálunk barna medvék, ezek szintén visszakerülnek az állatkertbe, ezen felül érkeznek pumák, leopárdok, fóka, borjúfókára kell itt gondolni, varacskos disznó, zebrák, ragadozó madarak, illetve ami még nagyon lényeges, ez a tengeri akváriumoknak a gyűjteménye, tengeri halakkal, cápákkal, tehát egy nagyon látványos, tehát itt a kisebb akváriumok is 4-5 ezer literesek lesznek, és a legnagyobb az pedig 100 ezer literes, tehát egy elég komoly bemutató lesz. Köszönöm szépen, Szatyor Miklós, hogy a vendégünk volt.
Ettől a héttől nyíltak meg a Pécsi Tudományegyetem felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési karának online kurzusai. A képzések ingyenesek, bárki számára hozzáférhető, kortól, lakhelytől és végzettségtől függetlenül. Akik elvégzik, tanúsítványt kapnak róla, írja közleményében a PTE. Az idei e-learning kurzusok a tavalyi kísérleti képzések továbbfejlesztett változatai. Három témakörben képezhetik magukat a kurzusokra regisztrálók. Munkaerőpiaci ismeretek, minőségirányítási alapismeretek és tématérkép ontológiák építése tárgyban indulnak virtuális képzések. Az egyetlen megkötés a kurzusok novemberi zárása. A Tükebusz ZRT teljesen megújult és kibővült utastájékoztató rendszerének részeként a pécsi buszokon már angol nyelven is hallhatóak az egyetemi karok megállói, ezen kívül minden járműbe GPS jeladó került. A menőbusz ettől a héttől már mobil alkalmazás formájában is elérhető. Faculty of Law, közgazdaságtudományi kar. Az egyetemi karokat mostantól a külföldieknek és a vidékieknek is könnyebb lesz megtalálniuk, de nem csak ez az egyetlen újdonság, amit a Tükebusz a közelmúltban vezetett be. A dinamikus utastájékoztatási rendszer az unió finanszírozásával valósult meg, és a buszozók többsége elégedett vele. Teljesen jó a vélemény róla, szerintem ez egy kicsit úgy föl is dobja az embert, aki meg tájékozatlan, annak meg főleg, hogy most mi következik, hol tart, hol jár, tehát mindenképpen pozitíven ítélem. A közelmúltban fontos egyeztetést tartottak a Pécset tanuló külföldi hallgatók számára hasznos szolgáltatások fejlesztése érdekében. A Pécsi Tudományegyetem, a város polgármesteri hivatala, a Pécs Holding ZRT, a Tükebusz ZRT és a Biocom Nonprofit Kft. Képviselői tanácskoztak arról, hogy mi módon lehetne a PTE határainkon túlról érkező, mintegy 2000 hallgatója számára nyújtott városi szolgáltatásokat az ő igényeikhez igazítani. Elkészítettük a honlapunk angol és német verzióját, ezen kívül készítettünk egy külön kiadványt, főképpen a külföldi és vidéki diák segítve, hogy tájékozódjanak, hogy milyen szabályozás érvényes a pécsi helyi közösségi közlekedésben. Ezen kívül minden autóbuszokban piktogramok segítik az utazóközönségünket, illetve angol nyelvű tájékoztatók. Ezeket természetesen a honlapunkon elérhetik kiemelten, hogy segítsük az ő utazásukat. A Tükebusz ZRT valamennyi járművébe GPS jeladó került, amelyeknek köszönhetően ezentúl bárki bármikor utána nézhet a járatok helyzetét. Az oldalra látogatók 39%-a mobiltelefonról, míg 3%-a táblagépekről figyeli a buszok közlekedését, ami azért is jó hír, mivel a menőbusz ettől a héttől kezdve már mobil alkalmazás formájában is elérhető, amely nagyban meg fogja könnyíteni a mobileszközökről navigáló pécsiek életét. A Pécsi Janus Egyetemi Színház 4 bemutatóval és egy nemzetközi fesztivállal várja majd a nézőket ebben az évadban. Még ebben a hónapban Arany János Toldi című elbeszélő költeményéből készül beavató színházi előadás. Decemberben az Elszakadóban tudósítás egy mozgóvilágról címmel a 80-as évek legendás irodalmi politikai afférje alapján gondolják végig a hatalommal szembeni konfliktus vállalásának lehetőségeit a K2 színház vezetői. Tavaszra elkészül a Hamlet, Tóth András Ernő rendezésében, júliusban egy koprodukció keretében a Pécsi Nyári Színházzal és a Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyőr társulatával együttműködve Karadzsáli Zűrzavaros Éjszaka című komédiáját láthatja a közönség. A 9. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztivál október 23 és 26 között lesz a Zsolnai negyedben, belga, szerb, román, fehér orosz, horvát és magyar csapatokkal. Országos páros első és egyéni harmadik hely a mérlege a Pécs 2000 teniszklub sportolóinak. Az első érmet Koncz Liliana, míg a másodikat bátyja Koncz Barnabás szerezte. A szabadtéri szezon hamarosan véget ér. A teniszezők fedett pályára vonulnak. Koncz Barnabás nem csak a hazai versenyeken bizonyított, hanem a nemzetközi porondra is kilépett már. Floridában és Lengyelországban is játszott, sőt a hazai csapatbajnokságon túl Horvátországban a felnőttek között is helyet kapott. Egy sajnálatos sérülés miatt azonban nem tudott úgy felkészülni a korosztályos országos bajnokságra, hogy szeretett volna, de így is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Fedett pályás szezonban szeretném visszaszerezni még jobban azt a tudást, amit eddig hátadtak edzőim, és
remélem, hogy úgyhogy fel tudok készülni a következő nyári szezonra, hogy ott már kamatoztatni tudjam a tudásomat. Október elején rajtol a fedett pályás szezon. A Pécs 2000 teniszklub 4 pályája akkor kap sátortetőt. A profi sportolók mellett az ovi és iskolai tenisztoborzók is elkezdődtek. Most ér véget a szabadtéri szezon tulajdonképpen október 15-tel, illetve valószínűleg az időjárás miatt még hamarabb már állítjuk fel a 4 pályás sátrunkat, úgyhogy 15-e után indul. Már elkezdődtek az ovi, illetve az iskola kezdéssel az iskola tenisz toborzóink, a tenisz tanfolyamaink, és elindul természetesen a feledpályás bérleti szezonunk is. Tehát mind az amatőr társasági teniszezőknek, mint pedig a versenyzőknek most történik az edzés beosztása, illetve a pályafoglalásai a téli szezonra. A klub éremesélyes versenyzői mind másodévesek lesznek korosztályukban, így Koncz Liliánától, aki szabadtéren párosban megnyerte korosztályos bajnokságát, és az országos egyéni harmadik helyezett Koncz Barnabástól egyaránt győzelmet várnak idén. Úgy kellett nekünk ez a győzelem, mint egy falat kenyér, kezdte a Debrecen elleni 2-0-ás győzelem utáni meccsértékelőjét Weber György. A PMFC Matthias Small büntetőjével, valamint Pölöskei góljával győzött idegenben a hétvégi bajnoki fordulóban. Időközben sorsoltak a Magyar Kupában is, így a PMFC Matthias az MB3-ban szereplő Kozár Miszlány FC otthonában harcolhatja ki szeptember 24-én a legjobb 16 csapat közéjutást. Semmilyen kiemelés nem volt, sem területi, sem pedig osztálybeli. Ennek ellenére a sorsolást lebonyolító Nyilasi Tibor összesorsolta a két még versenyben lévő baranyai csapatot. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el. A mérkőzés pontos dátumát az MLS később határozza meg. Híradónk végén főbb témáink röviden. Aláírták a szerződést. Pécsi fenntartó és üzemeltető az Apollo Art Mozinál. Tovább fejleszt a tüke. Mobil alkalmazáson is elérhető a menübusz. Sikeres szabadtéri szezon után fedett pályára vonulnak a teniszezők. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!